A Vasváriban szervezett programsor bemutatása előtt vissza kell ugrani 30 évet az időben. Mint arról Olá László beszámolt, Székesfehérváron alakult meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör civil szervezet, amely fontos célkitűzése volt a gyerekek hazafias nevelése, oktatása. Kidolgoztak egy pedagógiai programot, ennek vált zászlós hajójává Pákozdi Katonai Emlékpark, nemzeti emlékhely. A létesítmény azonban sok iskola számára a távolság miatt nem elérhető, így az említett program mobil verziójával látogatják munkatársaikkal az iskolákat. Egy ilyen látogatásra invitált a stábunkat a Vasvári iskola, ahol a bemutatókat a tavaszi szünet előtti napra tervezték. Mintegy 30 évvel ezelőtt, ma jövőre leszünk 30 évesek, Székesfehérváron megalakult egy civil szervezet, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete, amely az első pillanattól kezdve a zászlója csúcsára tűzte a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésének a segítését. Ennek talán a zászlós hajójává az a katona emlékpark vált, amely Pákozdon várja látogatókat, ezt a mi civil szervezetünk hozta létre, és a működtetésében ma is jelentős feladatot látunk el. Kidolgoztunk egy pedagógiai programot, a Hazafiság Iskolája programot, amely elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a Pákozdra, a katona emlékparkba érkező fiatalok megkapják azokat az üzeneteket, információkat, élményeket, amelyek az elmúlt 175 év hadtörténelméhez kapcsolódnak. Igen ám, de vannak iskolák, akiknek távolságokán, anyagi költség nehézségek okán nem tudnak eljutni Pákozdra, ezért mintegy 6 évvel ezelőtt elkészítettük ennek a programnak a mobil változatát. Nem tudok idehozni lövészárkot, nem tudom idehozni az emlékműveket, de az egésznek a szellemiségét, a tartalmát, a játékosságát, az élménypedagógiai programoknak megfelelő elvárásrendszerét ide tudom hozni az iskolákba. Körülbelül mintegy 40 iskolába jártunk az elmúlt néhány évben, és Dunaújváros mindig az a terület volt, ahol a civil szervezetünkkel már több programot csináltunk, az Intercisza Múzeumban egy NATO kiállítás is, meg fogunk is. Több előadáson jártunk már itt. De a dunaújvárosi iskolákat most kezdjük el fertőzni egy kicsit, és elsőként itt vagyunk a Vasvári Pál Lajos iskolába, ahol nagyon nagy tisztelettel és szeretettel fogadnak bennünket, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy itt lehetünk, és a fiatalok érdeklődése, a csillogó szem, amikor ők hozzászólnak, kérdeznek, válaszolnak, ezek mind azt jelzik, hogy jó helyen vagyunk, és jó, amit csinálunk. A gyakorlatban különböző állomásokon hallhattak a gyerekek például a forradalomról, a fegyverekről, illetve a huszárságról is. No meg persze azt is megtanulták a gyakorlatban is, hogy mi is az a huszárvágás vagy a fapuskás alapkiképzés. Mi elsődlegesen egy hely kivételével az 1848-ról napjainkig terjedő időszakot dolgozzuk fel, hiszen a katona emlékparkban is ez jelenik meg, hiszen Pákozd neve egybefor az 1848. szeptember 29-i csatával, és az ott kialakult nemzeti emlékhely azt az időszakot mutatja be 1848 őszétől napjainkig, tehát ezt hoztuk. Természetesen hoztunk egy fegyvertörténeti előadást is, amikor tudjuk, hogy a fegyvertörténet az emberiséggel egyidős. Itt azért visszamegyünk egy kicsit a történelembe, de döntőzőmmel ezt a 175 évet dolgozzuk fel. És megpróbáljuk kicsit élménypedagógiai szinten, nagyon kevés az előadás, hiszen azt a töri tanárok itt nálunk sokkal jobban meg tudják tenni. Mi azokat a kiegészítő programokat tesszük mellé, mint például én most 1848-49-ről meséltem egy picit a fiataloknak, de most éppen egy vetélkedőn vesznek részt, ahol bizonyítják a felkészültségüket és hogy mi maradt meg, de kiegészítjük például egy fapuskás alaki kiképzéssel. Ahogy 1848-49-ben a fiatalok, amikor jelentkeznek, vagy nemzetőrségbe, vagy a honvédseregbe a hazavédelmére, őket meg kell tanítani. Hogy kell a szuronyos puskával alapállásban állni, fordulatokat, hogy veszük vára, hogy lesz ebből szuronyroham, hoztunk fapuskákat, habszivacs véggel, nincs gyermek elleni küzdelem, de mégiscsak átérezheti azt, hogy a fegyelem és figyelem, az odafigyelés, az egymásra figyelés nélkül ez hiányosá válna. Vagy például beszélünk az 500 éven keresztül a hadtörténelmünkben jelenlevő huszárságról. A huszár a legismertebb, legemblematikusabb magyar katona. A huszár felszerelése, öltözete, harcmódja, viselete az egy nagyon meghatározó. Erről van egy kis filmecskénk, egy kis előadásunk, beszélgetésünk, hoztunk eszközöket, de megtanítjuk vakardokkal a fiataloknak, hogy mi az, hogy huszárvágás. Használjuk a magyar nyelvbe, hogy egy huszárvágással elintézem, de hogy mi ez? Erre is hoztunk lehetőséget. És azért a napjaink fegyverzet is megjelenik, hoztunk egy lézerpuskát. Lézerpuskás céllövésen vannak a fiatalok, ami számomra és kollégáim számára azért fontos, hogy a gyerek saját testét tudja kontrollálni.
oda tudjon figyelni, koncentráljon. Mi nem katonákat akarunk képezni. Én azt szeretném, hogy mindenki tanulja meg, hogy a fegyver egy veszélyes eszköz, nem nyúlok hozzá, csak felnőtt és szakértők közelségébe. Ebben az esetben elkerülnek egy csomó vétlen fegyverbalesetet, hogy az otthon talált légpuskával a kisfiú valami kárt okozott. Tanulja meg a fegyvert, és tanulja meg azt, hogyha ő ezt használja, akkor ahhoz hatalmas önfegyelem, figyelem kell, és ha ezt elérjük, akkor segítünk a nevelés egyéb oldalaiba is. A rendezvény alkalmával az intézmény részéről a Gálosfai Tíme igazgatóval beszélgettünk. Mint kiemelte, egy iskola igyekszik minden ehhez hasonló lehetőséget megragadni, és persze a gyerekek is nagyon örültek a programnak. Azt gondolom, minden olyan dolog, ami nem szokványos egy gyermek életében, azt mindig nagy örömmel fogadják, pedig nagyon sokat tanulnak ezen az alkalmon, és ez az a lehetőség, ami úgy gondolom, hogy a tudás sokkal nagyobb és mélyebb rétegeit adja nekik, mint azt ők gondolnák. Nagyon szerettünk volna minden lehetőséget megragadni arra, hogy a gyerekek ne csak a tankönyvből és a kollégák előadásaiból, tájékoztatóiból hallgassanak különböző eseményekről, és itt most elsődlegesen ugye a 48-as szabadsághoz kapcsolódóan kapnak interaktív történelemórát a gyerekek. Olyan állomások, olyan lehetőségek vannak előttük, ami gyakorlati tevékenységen keresztül tudják megszerezni ezt a bizonyos tudást, és ez azt gondolom, hogy sokkal nagyobb élmény és mélyebb elsajátítás. A tavaszi szünet előtt tehát nagyon sok élménnyel gazdagodott az iskola 7 osztálya. A 6., 7., 8. évfolyam növendékei 7 állomáson vehettek részt a különböző programokon. Ez volt az utolsó nap a tavaszi szünet előtt, így garantált volt a tanulás mellett a szórakozás is. Az 5., 6. és 7. osztály számára szerveztük meg ezeket a foglalkozásokat, és mivel 7 osztály van ezen a 3 évfolyamon, így adódott a lehetőség, hogy 7 állomást hozzunk létre. Ez a 7 állomás körülbelül egy-egy alkalommal 20 percet vesz igénybe a gyerekek életéből, utána kisebb szünetekkel mennek tovább, és így a 48-as szabadságharchoz kapcsolódóan szinte minden olyan réteggel, információval gazdagabban mehetnek el a mai napon, ami nagy mértékben kiegészíti ezt a csodálatos ünnepét, amelyet még március 14-én megtartottunk. Hisszük és valljuk, hogy egy ünnepély csodálatos dolog, de önmagában nem adja át azt a szellemiséget, amit akkoriban hazafiság címen a harcosok, a katonák, a hétköznapi emberek átéltek. Ez a hazafiság iskolája a mai napon, és szeretnénk, hogyha a gyerekek boldogan és több tudással mennének haza a tavaszi szünetre. Olá László egyébként az interjú alkalmával kiemelte, továbbra is nyitottak a megkeresésekre az oktatási intézmények részéről, így a tervezett NATO kiállítás mellett további meghívásokat és felkéréseket is szívesen teljesítenek. We'll be right back.